Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Újabb együttműködést kötött a Miskolci Egyetem, Olá Gergő és zsűrizte a megye legtehetségesebb roma gyermekeinek produkcióit. A hajléktalanokról beszélt Márkus Gábor lelkipásztor rádiónak. Köszöntöm Önöket. Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. június 19-én, hétfőn 16 óra 30 perckor, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Együttműködést kötött a Miskolci Egyetem és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. A megállapodás lehetővé teszi, hogy a földtudományi és az anyagtudományi kar legjobb hallgatói erdélyi szakmai konferenciára is eljussanak. A szakmának nagy szüksége van kreatív beállítottságú, innovatív fiatal mérnökökre. Ezt hangsúlyozta az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke az aláírási ünnepségen. Nagy Lajos szerint a tapasztalatcsere is fontos. Az Egyesület és az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság közösen minden évben szervez Erdélyben konferenciát. Ők az ezen való részvétel lehetőségét, mint külön díjat ajánlották fel a két egyetemi kar legjobb, gyakorlatorientált TDK dolgozatot elkészítő hallgatóinak, ismertette az elnök a minap.hu-nak nyilatkozva. Torma András rektor arról beszélt, hogy a Miskolci Egyetem 7 karán 7 különböző tudományt művelő diákkör működik, ezzel pedig az intézmény lefedi a magyar diákköri tudományos életet. A hallgatók a tudományos diákköri tevékenységüket az iparban felmerült problémák megoldására fogják fordítani. Ez mindennél fontosabb, húzta alá. Hozzátette, a gyorsan változó világban kevesek már az évtizedekkel ezelőtt még jól bevált módszerek. Motiválni kell a hallgatókat, amelynek jó eszközei az egyetem által kötött megállapodások. Több száz, elsősorban a megye kis településein élő 8-10 év közötti roma gyermeket mozgatott meg a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által szervezett tehetségkutató vetélkedő. Az elmúlt 3 hét során 6 helyszínen tartottak elődöntőt, a hétfői döntőbe 29 produkció került be. Az ének, hangszeres zene és tánc kategóriában meghirdetett Te is lehetsz győztes című tehetségkutató vetélkedő döntőjét II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár központi épületében tartották. Mint a zsűrizésben is a résztvállaló Bokrosné Stramszki Piroskától, a könyvtár igazgató helyettesétől a minap.hu megtudta, a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást a tehetségkutató megszervezéséhez. A pályázat címe Égigérő mesefa. A fő szempont az volt, hogy a megyei könyvtárhoz tartozó kistelepülések roma gyermekeit vonjuk be programjainkba, és adjunk teret tehetségük megmutatásának. Lássák, előttük is nyitott a lehetőség, hogyha tehetségesek valamiben, akkor annak fejlesztésével, tanulással messze juthatnak, fogalmazott az igazgató helyettes. Hozzátéve, az zárt kisközösségekben élő gyermekek számára ezek az első lépések lehetnek a kitörés felé. A döntőbe jutott produkciókat hosszú és kitartó felkészülés előzte meg. Az X-faktorban és a Dal című Eurovíziós showban is szerepelt Olá Gergő roma származású énekes elmondása szerint már egész fiatalkorban igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy tehetségét megmutassa másoknak. Ez már közös pont a mostani döntő résztvevőivel. Azt szeretném tanácsolni a fiataloknak, nyilatkozta, hogy ha éreznek magukban tehetséget, azt ne hagyják elveszni. Jelentkezzenek versenyekre, fejlesszék magukat, járjanak külön órákra. Minél több időt és energiát fordítanak a tehetségük kibontakoztatására, annál sikeresebbek lesznek később. Az a fontos, hogy legyenek céljaik, fogalmazta meg tanácsait a zsűriző énekes. A tét nem volt kicsi, a fődíj 30 gyermek számára 5 napos élményekkel, programokkal teli táborozás Füzérradványon. Azonban ez tipikusan az a vetélkedő volt, amikor mindenki nyer, és ez nem csak a minden résztvevőnek járó apró jutalmat jelenti, hanem elsősorban a lehetőséget, az új helyzetek, új emberek megismerését. A tehetséges fiatalok felkarolása, a művészet és a magyarság értékeinek népszerűsítése a közelmúltban rendezték meg a Miskolci Polgármesteri Hivatal támogatásával a 8. Dunán innen Tiszán túl Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny Kárpát-medencei döntőjét a Művészetek Házában. Több mint 400 fiatal mérte össze tehetségét. A szervező Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület célja ezúttal is a tehetségek felkarolása, a művészet és a magyarság értékeinek népszerűsítése volt. A fiatalok körében a magyar hagyományok, a népi műveltség éltetése, határon átnyúló kapcsolatok erősítése, tehetségek és a hátrányos helyzetűek felkarolása.
A verseny középpontjában a népi műfajok álltak. Népmese, népzene, népdal, néptánc kategóriákban lehetett nevezni. A résztvevő gyermekek az egész Kárpát-medence területéről érkeztek. Képviselve volt általuk Munkács, Beregszász, Tiszapéterfalva, Tiszaújlak, Csap, Tornalja, Székelyudvarhely, Oroszhegy, Csíkszereda, Székelykeresztúr, Zsámbék, Hévíz, Budapest és Nagykovácsi is. Rápóti Fekete Mónika, a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnöke a Miskolc TV-nek elmondta, szüleinek köszönhetően gyermekkorától szívében őrzi a magyar népművészet szeretetét. Nagyon fontosnak tartja, hogy minél többen megismerjék, megszeressék a népi örökséget. Gyökerek nélkül nincs jövő, ezért nagyon fontos, hogy amit örököltünk, őseinktől kaptunk, azt tovább vigyük, éltessük, fogalmazott az elnök. Hozzátéve lehetőséget kell adni a gyerekeknek, hogy tanulhassák, gyakorolhassák a néptáncot, népzenét, és tovább vihessék azt. A versenyen összesen 3300 gyermek vesz részt. Az előválogatókat 8 helyszínen rendezték meg. Miskolcon több mint 400 fiatal mérte összetehetségét. A hajléktalanok valódi tragédiája nem az, hogy nincs otthonuk és családjuk, hanem az, hogy Isten nélkül élnek. Vagy a Márkus Gábor lelkipásztor, a református hajléktalan misszió vezetője, aki alapítója volt 25 éve a Tiszta Forrás Alapítványnak. Az utcán tengődő emberek 90%-a szenvedélybeteg, döntő többségük alkoholista. Isten erejével azonban ebből is van kiút. A jubileum kapcsán szólt erről Márkus Gábor, most őt hallják. Összességében nem emelkedett a hajléktalanok száma, de sajnos újra termelődik. Ugye Budapesten hát hivatalosan csak ilyen maximum 10 000-et ismernek el, sokszor még annyit sem. A hatóságok annál azért lényegesen több van. Mi egy kerületben ilyen 1800 hajléktalannal vagyunk kapcsolatban. De amikor elkezdődött a hajléktalanság, akkor valamennyivel több volt, mert annak az egyik háttere például a hajléktalanság kialakulásának, hogy annak idején a 90-es évek elején rengeteg munkásszálló megszűnt. Na most a munkásszállón akkor már nagyon sok olyan ember élt, aki a családjától távol élt, és azt mondom, megszűntek azok jó része az utcára keveredett, szállást már nem adtak a cégek, mert ugye akkor szabad volt nem dolgozni, ugye bevezették ezeket a dolgokat, és akkor volt, aztán néhány év után ez a szám lecsökkent, bár országosan mindig vita van abból, hogy mennyi a hajléktalanok száma. Én korábban így fogalmaztam, hogy a 60-80 000 körül biztos van ebben az országban, ennek szűk fele Pesten van, de a 25-30 000, szóval azért nem könnyű ezeket a számokat kimondani, mert ugye a törvény szerint az a hajléktalan, aki magát annak vallja. Na most még olyan hajléktalan is találkoztam, akinek volt két lakása, negyen, aztán ő tényleg hajléktalan volt. Mert ilyen olyan módon kilökték, meg nem tudta fönntartani, meg kamerazódom. Tehát azért ez nem egyszerű ez a kérdés. De szóval nem kevesen vannak. Valójában a hajléktalan embernek nem az a tragédiája, hogy nincs lakása, fedele, családja, munkája, pénze. Ez csak a tragédiának a következménye. A tragédiája az a lelkiség, amiben ő benne van, ahol ezt ő már 15-18-20 éves korától adott esetben ezt a stílust fölmette, hogy hát én fontos ember vagyok, én nem dolgozok, és ellenben a kocsmában ott tudunk lenni, aztán a mértéktelenség következtében időkérdése, mikor alakult egy alkoholfüggőség. A hajléktalanok nagy többsége, több mint 90% alkoholfüggő. Van közöttük mondjuk számítógép függőtől kezdve egy-két játékautomata, meg egyéb függő is van, megy a pénz. Relatíve közöttük nagyon kevés a narkós, vagy a narkósnak más az élete folyása általában. Most ez egy külön szakmai kérdés lenne. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillag.rádió híreit hallották. Csillag.hírek. Hírek. A Csillag.rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.